lesz a földet, hogy ráfűzik egy másik. Persze, ő mint háromdimenziós rendszer maradvány, az miért most maradvány, de egy háromdimenziós rendszer lesz önmagában, ugye, mint csak minden van. Ez a háromdimenziós bolygót ráfűzik egy olyan rendszer, aki a vállalja, most a pénzt átveszem és föltartom, és egyből egy iskolát, olyan iskolát csinálok, ami volt már a Föld. Az a fajta iskola, mondom, volt 4,5 milliárd éven keresztül, mert nehogy azt hittek, hogy 4,5 milliárd év alatt csak a legutóbbi pár százal évben, vagy pár ezer évben történt valami. Ne? Itt több száz millió ezelőtt is nagyon komoly dolgok történtek, nagyon komoly földi események, meg kozmikus, tehát földön kívüliekkel kapcsolatos események történtek. Alvis világban is vannak dolgok, meg máshol is vannak. Legendáikban, meséinkben is vannak utalások erre. Igen? Akkor lehet azt mondani, hogy átveszi egy fiatalabb bolygó szerelem? Csillagszerelem. Csillagszerelem. Igen, mert a bolygókat ugye a csillag, tehát a saját csillag a szerelmet tartja fönn. Igen. Miért? Megmondom miért. Igen. Azért a 4,5 milliárd év alatt, és megint csak az információ jön be, hogy nagyon fontos dolog nekünk evolúciós csúcsnak. A 4,5 milliárd év alatt itt nagyon-nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon-nagyon sokféle földön kívüli fajnak, tehát csillagnemzetségnek a képviselői lelkei fordultak meg. Nem csak átutazóban, hanem letelepedtek hosszabb ideig is, utána eltávoztak. Nem csak a majákra gondolok, hanem csak az asszírokra, nagyon sokféle egyéb népre, akik itt éltek pár száz vagy pár ezer évig, utána eltávoztak. De ez csak a mostani belátható történelem belül is már ugye nyomon követhető. Végregelben meg ez még inkább így volt, hogy évmilliókig itt voltak. De akkoriban, hát mondjuk itt a Föld anyának az ősi korában, az is évmilliókig tartott a mostani időszámítás szerint, ameddig mondjuk egy-egy csillag nemzetség letelepítette a saját sorskódjait. Mire gondolok? A 12 csillag nemzetség 12 korszak alatt, 12-szer akárhány millió évig, egy-egy lyugáig, mondjuk egy nagyobb lyugáig, telepítette le a kódjait azat, hogy itt élt. Még angyalok éltek itt a Földön egy korszakon keresztül, aztán utána sárkányok, aztán itt tudom én nézetlábúak, aztán... Most hajnál sorok minden 12, de nagyon sok olyan tündérek, cetfélék, medvefélék, majmacskák, szárnyas oroszlánok, stb. De sokfélék. És egyszerűen a unikornisok. Aztán, amikor megvolt a 12 sorskod, nem volt a Földön, akkor miért? Ezek egy-egy önálló, tiszta minőség. Értjük. Ennek az információ oké. Okay. De ennek akárhány számú variációja lehet. És akkor történt az, hogy ezek különböző összetételben, párosítással, vagy hogy mondjam, jöttek egy-egy korszakra a Földre. Tehát éltek együtt angyalok, emberekkel, tündérekkel, sárkányokkal, ha már egy több is, tehát nem csak kettő, hanem akár többféle is együtt éltek. És ugyanígy stb. Egy-egy korszakon mindenféle lények éltek együtt is, meg az emberrel is. Emberrel miért éltek? Azért, hogy az ember a sorskodjaikat magába tudja fogadni. És ennek mindenféle variációja. Miért fontos a variáció? Hát azért, mert a variációk által jön ki igazából új dolog a teremtésben. Hát a teremtés teljesen megragadna azon a elemi szinten, hogy az adott építőkockák, tehát ugye ezek a kis forrásrendszerek, amelyeknek egyik mennyimása a háromdimenziós anyagi rendszerben a neutron, mint megfoghatósági felszínen rendelkező kis építőelem, ugye mint a LEGO, kis LEGO elemekből bármit fel tudok építeni, az atomokból molekulák és egyebek. De ez magasabb rezgésű, magasabb világokban szintén van a tér építőelemek, csak az nem a neutron időrendszere, hanem másfajta, finomabb, szellemibb, úgymond anyagból, a szellemibb minőségből felépülő világok, mert már szomatról fogok beszélni, és azoknak is tulajdonképpen, hogyha egyfajta minőségben marad, akkor mi adja a változatosságot, vagyis az egymásra hatásoknak az információt, hogy ha ezt vagy azt a kettőt összeengedem, akkor mi jön ki? Ha összefestem a kéket meg a sárgát, abból mi lesz? Nem tudom. Nézzük meg, próbáljuk ki. Mert önmagában szeretem a sárgát, meg a kéket, de még valamit lehet, hogy kijönne bele. Mi lehet ki? Teremtsük meg, nézzük meg, vizsgáljuk meg. Ezt a keverem. Zöld, ez új dolog, ez nem volt a teremtésben, nem nézzük tovább.
Az ördög, mit tudom, barna, vagy valami, ilyen meg egész szín. Értitek az érdek? Tehát a teremtő a teremtésben így játszik. Tehát így hozza létre, természetesen ember létre felfoghatatlan variációs és nagyság, grandiózus nagyságban, létezze létre azoknak a variációknak, hatóságoknak a számát, az összes lehetséges lehetőségnek a lehetségességét is megvalósulni, hogy a számára ebben a teremtési korszakban, tehát ebben a dráma életében az összes általa ebben a teremtési működési elvben levő lehetőséget kiélje, megtapasztalja, végigcsinálja. Hát ez 344 millió, 40 milliárd évig tart, ennyi dráma élete a védikus időszámítás szerint. Ez elég sok, ha belegondoltak, hiszen a csillagászok szerint 16 milliárd éve létezik a univerzumunk. Én szerintem régebbi, szerintem olyan közel 30-35 milliárd éves, vagy még több, inkább 40. De hol van még ez a 344 billió 40 milliárdhoz képest? Tehát még az elején tartunk. Még van lehetőség nekünk is teremtővé válni, értitek mit akarok? Tehát van bőven lehetőség. Parancsolj! Tulajdonképpen az itt az eredeti kérdésem, hogy ez a 12 csillagnemzetség, az egymással kijöttek, tehát hallgatunk. Jaj, de jó a kérdésed. Viszont, akkor tulajdonképpen én most azt tudtam le belőle, hogy itt van kipróbálva, hogy az a minőség, az a 12 féle minőség egymással hogy tud. Különböző keveredésekben, milyen keveredés, igen. Tehát ez ilyen kísérleti pálya. Ez abszolút. Még nagyon durva túlmész. Hát durva túlmész, most igen, aki belül a túlmészgép, azt durvának érzi meg, persze. Aki nyomja a gombot, az annak érdekesség. De ez nem azt jelenti, hogy a... Mert aki beleszáll a túlmészgépbe, az nyomja a gombot is. Igen. Tehát ugye a főnök az, aki bennük, ugye a gatya az, aki bennük megnyilvánul. És tulajdonképpen mi tapasztalatainkkal, a szemünkkel, az összes érzékkel és a gondolatunkkal, mindegyikkel neki gyűjtjük az információt. Tehát senki ne félne attól, hogy az ördög elviszi meg valami sötét helyen, majd mikor meg egy Volvo, és akkor vége mindenek, nem? Majd a fénybe, hogyha azt térünk vissza. De hát ahhoz még azért sok mindent végig kell csinálni, a saját érdekünkben. Majd erről inkább a lelki részre pénteken beszélnek, jó? De nagyon jó kérdésem, mert ez az együttélés korán sem volt békés. Hát korán sem volt békés, most gondoltak arra, hogy amikor a bogarak, tehát a ízeltlábúak, nem ilyen kis piciként éltek a Földön, hanem akkor, mint egy dinoszaurusz. Mert csak megegyezés kérdés sem volt, hogy most ebben a korszakban nagyon nagy tankokként dübörgenek itt a cserebogarak, meg amit te milyen bogarak, meg pókok. Ha vannak ilyen legendáink, hát hogy megtem, mekkora pókokkal harcoltak, mint amilyen izékkel harcoltak, ezek valóságok voltak, csak nem ebben a korszakban. Tehát minden egyes korszakot, minden egyes katasztrofizáló korszakot után újra berendezték a Földet. Újra elrendezték, és itt jön be az a gondolat, hogy nem fejeztem meg, hogy 4,5 milliárd év alatt az összes életformának a összes tudása, tapasztalata, minden itt van a Földanya tudásában. Tehát az összes következő korszakot az előzőeknek a tapasztalata alapján rendezik be, az isteni tervekkel egyeztetve. Vagyis az azt jelenti, hogy az a fajta információ, ami beépül geológialag, egészségedre, a földi, vagy a helyi földrajzi viszonyokba, az a növény, amit az előbb mondtam, az a növény azt érzékeli. Attól, hogy gyökere, mit tudom, csak 2 méterre megy, vagy 5 méterre megy, vagy terül szét, attól nagyon szintek, hogy nem érzékeli esetleg, mert a fényteste nagyobb, nem érzékeli az általában a geológiai rétegnek a megjelenítését, és annak esetleg akkor ért lényeknek az információját. De ugyanígy magában az igazi információ nem ott van egyébként, hanem a morfológiai mezőben. Tehát a kollektív tudatban. Az megvan a Földnek, ugyanúgy. Most az jött, hogy ez a morfogenetikai mező, vagy kozmik kollektív tudat az emberiségnek, ez nem folyamatos. Tehát ez korszakonként le lett zárva, hogy ne legyen bezavarás. Igen. Tehát elvileg magában, Gájában, a nap szalámban az összes 4,5 milliárd évnek a tudása benne van, de ami a mostani kollektív tudatomban van, az a, igaz, és az csak ennek a korszaknak a tudás halmaza.
Gondoltok bele, 4,5 milliárd évnek a tudása az itt lenne, mit kezdenénk vele? Így rángatkoznánk akkor a ereje, akkor a zsibbat áramereje lenne, hogy mit kezdünk vele? Hát a fejünk eldőlően olyan okosak lennénk. Tehát ez az emberi létformához, illetve ennek a Kali-jugának a megéléséhez szigorúan le kellett zárni az előző korszakoknak az információs tárházát. Vagyis most az utolsó időben, amikor a mélypontot elérjük, mert most 2011 közepe van már, vegyük észre, még egy év van 2012, ugye a mai naptár szerint, de lesz tovább is, megmutatok mindenkit, tehát nagyon szeretek, hogy világ vége lesz jövőre. Nagy változások lesznek már idén is, jövőre is, de nem lesz úgy, hogy jó, hogy vége van. Tehát az a lényeg, hogy ez az információ, ami ideig le volt zárva, szépen lassan hozzá lehet férni. Úgy csepegtetve, ahogy nekünk a lehető legjobb. Hiszen olyan felismeréseket kapnak, nem csak ilyen mások is, tehát mindenféle médiumokon, csatornákon keresztül, tanítókon keresztül az jön, ami ideig nem volt így a Földön hozzáférni. Nem volt. Tehát gyakorlatilag most nagyon érdemes itt lenni testbe, és most nagyon érdemes tanulni, ekkora elefánt hülekkel kajlózni, és mindannak gyűjteni be az infót. Mert hatalmasan lehet tanulni. Na most, ha valaki, és majd pont pénteken a lelkozáról fog majd látszani, de szerintem most is bontakozik ennek a lényege. Hát ha valaki a tudatában, tehát a lelkében és a szellemében, harmóniában a környezetével átlát ilyen összefüggéseket, akkor az, hogy mindenetek csodákat tud tenni először a saját testébe, aztán meg kívül is. Mert a kettő összefügg. Mert egy kérdést érzékeltem oldalra. Igen? Most még a növényekkel kapcsolatban, amit mondtál, most arra az jutott eszembe, hogy bizonyos növényeket bizonyos csillagokhoz meg egyebek kezdődnek. Most nem lehet, hogy annak a növénynek az a fajta minősége benne van, és az ugyanúgy szivárog ki bennénk, és úgy átveszünk belőle abban van. Nagyon jó kérdésed, nem tudom, mennyire lehetett hallani, tehát nem akartam nagyon belemenni, mert így is elég bonyolult a tűhet, de a valóság az az, hogy mint az asztrológiában is, ugye nem csak itt a földi dolgokkal függünk össze, hanem a bolygókkal, és sőt, ha tovább menjük az igazi asztrológiában, akkor tudjuk, hogy csillagképekkel is összefüggésben vagyunk, ugye energetikailag, a környező csillagképekkel, tehát amiket a csillagképekként közlekedünk. Ugyanígy ez igaz a növényekre és az állatokra is, így van. Tehát a bizonyos növényeket más bolygózva, más csillaghoz, csillagrendszer, csillaghoz társítanak, hogy ahhoz tartozik, akkor az vagy azért van, mert annak a növénynek a bizonyos energetikai képete, annak a csillagrendszerben levő energetikai képete azonos vagy nagyon hasonló, vagy pedig onnan hozták ide erre a korszakra azért, hogy azt az energetikai képet képviselje. Mert fizikailag, vagy háromdimenziósan nézve, a környezetünk az minek látszik? Fénypontok, ugye, mert a teremben a takarra volt lényeget, tehát a fénypontok, a csillagoknak a fénye, azoknak van a bolygói, és akkor vagy van rajtuk élet, vagy nincs, de olyan sivár az egész. A valóság az az, hogy a teremben kívül negyedik dimenzió van, vagyis egy teljesen másfajta világ és életterek vesznek minket környezetünk körül, amelyeknek a környezetében egy sajátságos energiatér van. Nincs két egyforma, mondom, nincs két egyforma csillagkörnyezet. Tehát ha ezt összeadjuk, hogy hát a galaxisunkban lévő közel 100 milliárd csillagból 800 millió lakott bolygó, ugye tudjuk Földön kívül jártunk. Ha csak ezt a 800 milliót vesszük, de hát nyilván ugye több csillag van, 800 millió féle energetikai lenyomat vagy kód, mutat képvisel minden egyes ilyen csillagrendszer. 800 millió félé. Na most, és ez csak a te galaxis. Csak a mi galaxisunk. Meg amiről tudunk. Na most, a 4,5 milliárd év alatt ugye nagyon sokféle korszakban, nagyon sokféle energetikai összetételt, erőtér mintákat kellett összeállítani, amelyek itt a Földön az éppen akkori korszak erőterének inkább megfeleltek, vagy a fejlődési terveknek megfeleltek, és azért nagyon sok helyről ezeket hozták. De ez csak itt keveredhet össze, ilyen rendszerben. Az ottani rendszerben azt a minőséget képviseli, hogy nem fog megváltozni. Azért jönnek más rendszerből is ide leszületni, megtapasztalni a lelkek, mert azt mondja, hogy én mit tudom én a Vega rendszerben élek, nagyon jó kis
társadalmi rendszerben. Itt minden oké, de nem tudom bizonyos tapasztalatot, és valahonnan tudomást szerez arról, hogy még vannak más megtapasztalási lehetőségek is. Honnan? Hát például akár visszajött valamilyen tudósok a rendszerből, és hozott egy infót, hogy figyelj, ilyen bolygót láttam, ahol így élnek, és nagyon érdekes lehet. Nem kell azt tanulmányozni? De hogy tudjuk tanulmányozni? Hiszen mi teljesen másképp nézünk, kis zöldek vagyunk, három fülünk van, és négy cicink, vagy mit tudom én. Emberként szülessük oda le, tehát a lelkünk menjen oda, emberként szülessük le, és akkor megtapasztaljuk belülről. Veszély nem, amikor oda megy, tehát ez így nem megy, az kell először vízum, meg minden, tehát a napszeránnal egyeztetni kell, ugye, hogy ide leszhetete, a lelki ide jöhet-e. Igen, megkapja az engedélyt, sorba áll, kiválasztja a szüleit, környezetet, leszületik, és emberként szépen megtapasztal. És utána vissza-vissza az infót, amennyiben túléli, vissza-vissza az infót ugye a saját rendszerébe. Azért mondom a túlélést így, hogy a túlélést pont nem arról szól, hogy túléled, hanem arról, hogy itt ragadhatsz. Tehát inkább itt ez a veszély van. Ezek már fejlettebb szinten. Persze, persze. Azt tudom nektek mondani, hogy a legtöbb, inkább úgy mondom, hogy nagyon kevés olyan rendszer van, amelyek nálunk fejletlenek. A többség az fejletlen. Kicsivel, még többel, meg olyan, ahogy fel se tudjuk fogni. Tehát mi egy olyan civilizációnak az érdekeit, vagy az élettevékenységet fel se tudjuk fogni, amelyik mondjuk így, hogy galaxis szektorokkal, vagy galaxisokkal operál. Mindenféle tudományos, gazdaságban bármilyen tekintetben. Mert nem tudod felfelelni, mint egy hangyabolynak van egy élete, nyűsögnek minden, éljük a kis életüket, de remélem, ha te úgy mész, akkor átlész rajtuk, vagy éppen belejük botlasz életemül, mert a te érdeked, az életed más, jól szóval, nagyobb léptékű. És azt mondod, bocsi, hangyákok, vagy észre sem veszed őket, ha olyan kisebb bolygó van, ugye, nézd tovább, ő neki meg katasztrófa, és jól, mi történt most? Ez egy gonosz földönkívül volt, aki tönketett az életterünket, majdnem épp, hogy túléltük, helyre kell hozni. Közben nem, csak annyi, hogy a mi érdekünk nagyon volt. Tehát nagyon sok olyan földönkívüli, bocsánat, pont nem olyan nagyon sok földönkívüli faj van, néhányban, mivel ezek egy ilyen nagy rendszer, nagy szövetséget fognak össze, és alattuk kicsit kevésbé feltebb fajok tevékenykedek, tehát egy bonyolult rendszer. De a lényeg az, hogy ők nem, nekik a Föld az egy olyan egy a sok közül, egy a sok hangyaboly közül, hogy így mondjam. De azok, akik közelebb vannak a Földhöz, a Föld életformához, tehát nem annyira feltek, azok jobban megértenek minket. Ugye adja magát, tehát nincs akkor a szakadék. Visszatottam pillanatok térni a nagyon nekalandozók ilyen hangyabolyok irányába. Nem tudom, mennyi időnk van még? Egy óra. Még egy óra hosszánk van? Most 11 óra van. Ja, 11 óra, ja, nem értettem. Akkor még 55 perc van, mert ugye 12-től vettük a másik oldást, és hát egy 5 perc abba kéne majd fel. Jó. Akkor tudok én odatérnék vissza az információ szerepéhez, de oda nyugodtan kérdeztek közben bármikor nekem, és akkor könnyebb esetleg kifejtem dolgokat. Tehát az van odáig ugye érthető, hogy mindenhonnan az a fajta információ árad ránk, ami a valódi lényegünkkel, az isteni mi voltunkkal, az Atya által nekünk berendezett környezettel, mint segítő, tanító, tápláló környezettel, tehát az életterünkkel, való kapcsolatunkkal, mint az isteni képességei kibontakozására segítő lehetőségeknek a megteremtésére vesz minket körbe, és ezzel bombáz. Most ezt nagyon tudatosan ugye rombolják, pusztítják, de amennyiben ezt megértjük, akkor tulajdonképpen tudunk magunkban segíteni. Nézzük meg egy gondolat elejéig, hogy az időfizikában, ahogy én ígértem, bizonyos nagyon egyszerű levezetés, nagyon egyszerű formában hogyan függ össze, mert ugye ott, ahol a fény megjelenik, ott az árnyék is, ott, ahol a dolgoknak a pozitív építő jellegű aspektusa elindul, ott a lebontó, pusztító oldal is egyre nagyobb tevékenységbe folytat, mert a kettő
állandó harca, állandó egymásnak feszülése és birkózása az, ami igazából ugye hajtóerő az univerzumban, ami magát a mozgást, a dinamizmust föntartja. Ugye időfizikában tudjuk azt, hogy most a legegyszerűbbet veszem, úgy a legegyszerűbbet, hogy legegyszerűbb példát akarom nektek mutatni, hogy ez a gyémánt az oktaéggel, ott amennyire már szükségben jól sikerült. Akkor szebben lerajzolni. Ez a bizonyos, ugye olyan lett. Ez a bizonyos piramis, ugye két tapon összeállt a piramis. Na most, ugye ennek 6 csúcspontja van. Ez a fejbe. És 8 oldala. Ennek egy bizonyos nézete, ugye ez a térdő gyémántja. Ez az univerzumnak ugye benne a egy-egy ilyen csomópont, a csúcspont. Ennek a geometriai formája, struktúrája, ezekről nagyon sok, de most csak ezt az egyetemben nem ki. Mindenhol megjelenik a teremtésben, illetve a környezetünkben. Mindenhol. Nem csak ugye a lelkünk legmélyebb, hanem például ennek, és itt jön be ennek a kiolvasási, tehát a Matrixban benne vagyunk, ennek a kiolvasási különböző lehetőségei, mint mindegyes kiolvasás, egy algoritmust jelenik meg. Hogyha csak a képét nézem, tehát egyszer, ha oldalon nézem, akkor ennek van egy ilyen képe. Ugye? Ha ezt itt oldalára folytom, mert csak ezt a háromszöget látom, tehát ezt a háromszöget, meg ezt a háromszöget. Ennek ugye négy oldala van, tehát minden négy oldal ugyanazt mutatja. Hogyha élére folytom, tehát innen nézem a csúcspont felől, akkor ugyanez van, ezek is négyféle, ugye négy oldala lesz. Egy kicsit szélesebb lesz, ugye, mint így a háromszögig, mert átkosan fogok nézni, ez szélesebb lesz, és akkor így fog kinézni. Ezt fogom látni. Lesz egy felülnézet, vagy egy alulnézet, ugye? Ez is egy kétféle nézet. Hát akkor tulajdonképpen mindenki most hogy rajzolom, egy így rajzolom, vagy így rajzolom, a lényeg ugyanaz. Tehát, hogy ezt így elfogtam. Tehát alulnéző fölnézet. És lesz egy olyan képe, amelyik ha kicsit fejlődén aszimmetrikusan ábrázolom, hogy a 6 csúcspont fog látszani. Ugye? Tehát gyakorlatilag egy ilyen határgó csillagot fog az ányképe kiadni. Mert ez a 6 csúcspont, ha úgy fogom, hogy fejlődén, akkor ezek a élek egy eljönnek, és az alul levők is belefonnak, tehát a csúcspont még le tudja látszani. Tehát egy ilyen csillagkép, ez nem zsidó csillag, hanem meg Dávid csillag, hanem ez a határú fénycsillag, amelyik a kérdőnek a csillaga. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy 4-4, 8, 10, 11, illetve ennek is nem csak ez az egyféle vezetem, hanem nagyon sokféleképpen hallgatom, legalább 8-féleképpen, ugyanezt fogja kiadni. Hát 8. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy csak ezt az egy geometriai formát közelítem meg valamilyen szemlélődési irányból, érzékelési irányból, mint az erdőben közelítek. Nem mindegy, hogy miként fogom én ezt érzékelni. Azt a fajta információt fogja számomra közölni. A másik irányból akkor más fog, vagy ha éppen ebből nem érzékeltem, de közben a Mátrixban úgy kerülök, hogy vagy egy másikat látok meg, aminek ezt a nézetét látom, nem biztos, hogy föl fogom rögtön ismerni, hogy ez ugyanarra a geometriai formáról van szó. Vagy ugyanarról van szó. Most ez a már fájt tulajdonképpen a megtévesztés, hogy itt is azt hiszik, hogy itt nagyon mindenféle eltérő dolog van. Persze. Mert így érzékeljük. De valaki majd tisztán látom, vagy valamilyen szempontból mondjuk így, hogy eszközökkel elkezdi másképp vizsgálni, tehát mikroszkóppal, vagy éppenséggel valahogy másképp szétszedni, vagy éppenséggel mit tudom, hogy összerakja más belőle, akkor eljön arra, hogy ugyanazok az elemek n számú variációban alkalmasak másfajta variációknak a felépítésére. És ide
tulajdonképpen ez csak egy ilyen nagyon bugyuta vagy egyszerű szemetes próbálna lenni arra, hogy mennyiféle variációban lehetséges már egy ilyen egyszerű geometriai struktúrának, és ugye ezen kívül számtalan, nem csak az öt szabályos mértani test meg a gömb, hanem ezek kívül nagyon sokféle egyéb van még, amelyeknek a különböző variációi, érzékelési képe alapján más és más virtuális képet érzékelünk, és más valóságnak hiszük azt. Most itt egyetlen egy elemet emeltem ki, de ennek N számú van a körzetünkben. Nagyon sokféle van. A gondoljunk arra, az előbb mondtam, hogy 800 millió lakott bolygó van, 800 millió féle energetikai mintával. A Földünkön hányféle növényi faj van? Sok. Egy milliónál biztos több. Hát csak a rovarokból van több, mint egy millió. És akkor emlékeztünk az állatvilágból, a mikroorganizmusokról, amelyek ugye a mikroorganizmusok szintén kódhordozók egyébként. Tehát nehogy azt higgyük, hogy egy ilyen nátha, vagy egy ilyen vírusfertőzés, vagy ilyesmi, az tulajdonképpen egy olyan betegség, ami rossz. Ez egy szükséges rossz. Tehát addig rossz, amíg a hatását negatívként éljük meg, magát a változást éljük meg. A változásnak már az eredménye, az már általában pozitív lesz. Hát még akkor is, hogyha nagy Isten valaki tolókocsózás köt, vagy éppen eltávolik. Mert a lelkére hat, a lelkének ad egy vagy egy kalmaoldási lehetőséget, vagy pedig van egy olyan információt, ami által az ő hangolása által mondjuk a rezgés emelkedik. És ez a mostani időben, tehát 3 éve 2008 óta fokozott. Tehát, nem azokra a mesterséges vírusokra és betegségre gondolok, amiket terjesztenek. Tehát a H1N1 meg a mit tudom még, mert ezeket mesterségesen csinálták, ugyanúgy az écet is. Azért, hogy a gyógyszergyárak ugye, meg az egész egészségipar tulajdonképpen a bevételeket tegyen szert, hanem azok, amelyek valahonnan a mutációval, természetből kerülnek el a szervezet számára, azok egyébként jóval veszélytelenek is, és azok tulajdonképpen egy ilyen hangolást segítik, tehát a testünknek a hangolását. Olyan kódokat visz be, ugye ezekben a bizonyos kis nagyon egyszerű kis épületekbe a testünkbe, amelyek egészen a DNS szintjéig hozzátett a változást. A DNS-ünk is miből áll? Ugye kromoszomából, illetve genetikai szálakból, amelyek ezeket az információkat, mint a aminosavnak a tripletjei, ugye ezeknek a variációi adják mondjuk a genetikánkat, a dolgokat, a felépítésünket, de ebbe tudnak tulajdonképpen ilyen szinten beleszólni a növények által hordozó kódok, meg a környezetünk által hordozó kódok, meg a lelkünk által vetített élettervi kód. Igen. És ennek a n-számú variációja, mert elkezdtük a nagy számokkal. Tehát szép. Tehát ha 800 millió lakott bolygó, 800 millió féle energetika, akkor ennek a genetikai variánsai nem milliárdos, billiós nagyságrendben tekinthetők. Hát tudjuk, hogyha valakinek a ugye most már nagyon fejlett a számítógépek által DNS vizsgálat. Találnak egy hajszálat, egy körömmaradványt, vagy éppenséggel, vagy más testnedvet, akkor abból ugye a genetikát, vagyis a DNS kódját megfejtik, és akkor úgy találom, hogy tettes, hogy ennek nem jó, ennek pont ilyen, na akkor te vagy a bűnös. Na most, de itt milliárd számú, tehát több milliárd számú tripletet futtatnak le. Vagyis annyi variációt futtatnak le, aminek az egész hajszál pontosan ad egy DNS kódot, egy mintát. Tehát itt olyan magas számú variációkról van szó, amit mi számítógépek nélkül emberi szinten nehezen tudunk megérteni, vagy felfogni, nem hogy megcsinálni. És ugyanez van igazából itt is, hiszen hányféle növény van, hányféle állat van, ezenek hányféle variációi vannak, csak egy gondolat. Akkor hányféle információt, akkor csak így képileg közölni velünk az atya. Értitek? Nem tudom, hány könyvtárnyi anyag van az erdőben, vagy érintetlen erdőben, ha csak így elolvashatnánk. De hát nem tudjuk igazából elolvasni. És mindez benne van az emberben, bennünk van. Na most, az az érdekes, hogy ez a
Nagyon sokféle variáció, tehát tényleg milliárd, vagy még nagyobb variációs szám, ez ennek az emberi fajnak a genomjába van benne. Egy másik földön kívüli fajnak a genomjába másfajta variációs lehetőségek vannak, itt tudom ezt jobban megfogalmazni. Vannak hasonlók, mint a miénkben, de másfajták is vannak. Mire gondolok? Egyik kedvenc példám ugye az, hogy a mi genetikánk bizonyos, nem is tudom, 40%-ig megegyezik a házi lényével. Nem tudom, tudtátok-e? Na most, tessék? Azért nem csak a szemtelenségre nyilvánul meg, nem arra gondolok, hanem arra, hogy igazából nem az egyetető, hogy most mitől van nekünk ilyen sok hasonló vagy azonos genetikai kódunk, illetve genetikai szakaszok, információs szakaszok. Hát onnan, hogy a fizikai testünk, mint működő mechanikus szerkezet, bizonyos szerkezeti elemek hasonlók vagy azonosak. Például a csuklókra. Pont ez a csukló, ez a vállizélet, de a csukló, tehát a lényeg mondjuk a szányvizéletére. Az is egy bonyolult lehet, vagy a miénk is, vagy a lábvizéletek, a térdel, a könyök. Tehát én erre gondolok, hogy a működésbeli hasonló szerkezeti elemek, ezt nem tudja kifejleszteni, mint hogy autóknál is ugye mit tudom, a belsőségű motor, és vannak bizonyos olyan szerkezeti elemek, amelyek nagyon hasonlóak, vagy azonosak más típusúban is, mert ez egy működő bevált dolog, nem kell helyet, hogy ezt kitalálni. A komori rendszer, vagy bármi ilyesmi, vagy a futóvegyesmi. Ezért a lénynek is, meg a több olyan állatnak is, aminek hasonló ízületi rendszere van, ezek az ízületi genetikai kódok azonosak vagy hasonlóak. Maximum annyi lehet bennük egy nagyon pici eltérés, amiatt, amint a méretét határozza meg, vagy egy nagyon pici eltérést. Tehát ilyen értelemben van egy olyan genetikai hasonlóság az összes többi lénye, ami az embernek tulajdonképpen az egész habitusát adja. Vagyis ilyen szinten is összefüggünk az élővilággal. Nem is gondolnánk, ugye? Tehát ez egy érdekesség, és ugyanígy például a főemlősök közül a csimpánz, vagy nem tudom melyik, amiket a legjobban megkezdődik, ami 90 nem tudom hány százalékban azonos velünk a genomja, tehát a genetikája. Az orangután? Igen. Akkor az orangután, köszönöm. De a lényeg az, hogy mégis az jelentős jelentések vannak. Na most oda akartam kiukadni, hogy a földön kívüli fajok, amelyek eltérnek tőlünk, azok tulajdonképpen ők közöttük is van sok olyan genetikai szekvencia, tehát genetikai elem, amely azonos vagy hasonló a miénkkel. De ugye a földön a 20 féle aminosavnak a 20 féle variáció, tehát a 20-20, vagyis a 400 féle tripletből csak 314 van a Földön. 86 nincsen. Miért nincs? Ha itt lenne a 86, akkor itt Földön kívüli fajszerű lények is lennének. Tehát az a 86 azért nincs itt, mert erre a korszakra, csak ennek a mondjuk számnak a megfelelő triplet lehet itt a élőlényekben. Ez azt jelenti, hogy régebben másfajta kódolás volt, és másfajta kódolás lesz. Ezt azért mondom ezt a gondolatot, mert pontosan azok a fajta földönkívüli lények, akik hibrideket akarnak létrehozni, tehát a mi genetikánkat felhasználva, és az ő genetikát felhasználva, esetleg más lények genetikát felhasználva, olyan lényt akarnak létrehozni, amelynek a testében ő, az ő lelkük tud élni a Földön. Tehát ebben a genetika ezek a tulajdonságai is a segítségére vannak. Természetesen ez nem olyan egyszerű, csak ők ezt azért nem tudják, mert azok az elcsúszott árnyékoldali lelkek, meg szellemiségek, vagy intelligenciák, akik leváltak, lekötődtek az ő fényadójukról, a térszerányukról, hiszen különben nem tudnak gonoszat cselekedni állandóan. Az isteni törvények, az isteni rend rá is vonatkoznak. Ahogyis ő jót cselekedne, építő jellegű, segítő jellegű dolgok más rendszerek számára. Ha valaki a negatív oldalra áll át, az azt jelenti, hogy elvágja ezt a szállat. Önálló térforrásként önmagát létezteti. Vagyis azt mondja, hogy hát én is teremtő vagyok, hát tudok létezni azért atyám nélkül. Hát én olyan vagy, mint én is az atya. Vagyis hatalmas nagy lény vagyok, és innentől kezdve
azt csak, amit akarok. Hiszi ő. De valójában csak ezt a felfedezési szállat ugyan elvágja, de attól még az ő felmaradása miért marad meg? Mert a... Hogy mondjam? A saját kerető rendszert hoz létre, azáltal, hogy nem az ő csillagára, vagy nem az ő atyára van felfűzve, de akkor is az ő keltő rendszere valahonnan keltődik. Csak nem arról a térszáról, hanem a brámáról, tehát a teremtő. Tehát a közvetlen fűződését szünteti csak meg, a csillagáról. Tehát a csillag, mindegyes csillag egy galaxisnak a központi magára van felfűzve, az pedig a univerzum közepén levő trón magának az atyára van felfűzve. Vagyis azt ő nem tudja megszüntetni, tehát tud létezni, csak éppen a saját csillagáról szünteti meg a létezését. Ezáltal ő szabadá válik, szabadúszóvá, és azt hiszi, hogy akkor isteni törvényeket neki nem kell betartani. Vagyis elkezd olyan tevékenységekbe, amelyek tulajdonképpen mondjuk így, hogy egy bizonyos határig megengedettek, utána mindenképpen ugye persze a fejre kopintanak, de ezáltal a lefőződés által tehát nem fogja tudni azt, hogy más lényeknek mit okoz, mi jó és mi rossz. Elveszíti ezt a viszonyulást, ezt a kontrasztot. És pontosan ez a lehetőség az én elcsúszott lelkednek a visszatérítéséhez, hogy egyszerűen csak nem tudja, hogy mit csinál. És ugye erre volt alkalmas a Föld ugye 4,5 millió éven keresztül, és akkor, hogyha itt a Földön akár lélekként testben leszületve megtapasztal, és rájön arra, hogy tulajdonképpen egy olyan összetett rendszer, egy olyan csodálatos élettér, ahol csak a jóra törekedve lehet kikerülni, és igazából megérteni az egész világot és önmagamat ebben a világban, akkor már ő visszáll a fényodalára, és újra vissza lehet őt kötni valamilyen rendszerhez. Nem tudom, van-e kérdésetek? Azért hallgattam most így egy kicsit, mert ami még következne ebből a variációból, az már inkább a lelki oldalra tartozna, tehát inkább az pénteken beszélni, milyen részletben menjek meg bele, tehát amíg eddig elhoztak, vagy nem annyira érthető volt esetleg. A lényeg az így ez volt nagyjából, hogy elmondtam, hogy minden tiszta, világos. Jó, akkor viszont egy kicsit megbolygatjuk a dolgot olyan szempontból, hogy akkor oda térek vissza, mert akkor látom, hogy bonyolíthatom tovább. Oda térek vissza, hogy akkor hogy van akkor mi összefüggésünk a naprendszer többi bolygójával, tehát asztrológia, illetve más csillagrendszerekkel. Hát úgy, ugye, hogy az ember az, aki mindegyik, inkább úgy mondom, hogy mind a 12 csillagrendszer sorskutyát magába fogadta, de gyakorlatilag ennek a galaxisnak, mind a 800 millió lakott bolygójának az energetikája valamilyen szinten elér minket, itt van az is. Nyilván a közelebbiek nagyobb manipulatív erővel, ugye időfizika, tehát annak nagyobb a görbültség annak a módszerének, nagyobb a manipulatív hatása, jobban megrezget minket, jobban ránk írja az ő dallamát, információját, mint az, aki messzebb van, és nyilván egyenesebb kis voltam, úgymond gyengébb manipulatív képessége rendelkező múltérrel, információs idő szférával ér el minket. Vagyis ez azt jelenti, hogy a közvetlen környezetünk, amiket mi igazából figyelembe kell vennünk, az a 12 csillagkép, 12 zodiákos jegy. Ugye? Haladtul lakosik. Vagyis erre épül tulajdonképpen a földi iskola rendszernek a fő energetikai vonulata, illetve az a fajta iskola rendszer, a tananyag, inkább imént tananyag, amelyik ennek a energetikai rendszernek a lehetőségeiben és ennek a lehetőségeknek a megtapasztalásában rejlik. Vagyis a kóstol indul ugye általában, és azt mondják, hogy a halaknál van a kialat, de tudjuk, hogy a skorpiónál van az igazi kialat, de ettől függetlenül bármelyik jegyből elvileg el lehet távozni. Csak ha valaki mondjuk kezdő lélek, akkor általában nem szokott egy olyan házat, olyan jegyet választani, amelyik mondjuk egy több tapasztalatot, több élettapasztalatot igényel. Tehát nem fog nyilasként, vagy éppen vizetőként kezdeni, mert neki még egy bika jegyként, egy föld elemű jegyként az anyagi érzeteket, anyagi dolgokat kell megtapasztalnia. Ugye kezdő lélek, egy fiatal léleknél, aki csak a pénzt, illetve az érzeteket halszja, annak nem tudsz beszélni spirituális dolgokról,
mert nem értő, miről beszélsz. Hülye vagy meg, az nincs meg, hagyjál már meg most éppen, mit tudom, hova megyek meg. Tehát gyakorlatilag ennek az iskola rendszerének a rendszere nagyon úgy van felépítve, hogy csak is abban a jegyben levő lehetőségeknek a bizonyos meghatározó szerepével, energetikájával tudta az életedet élni. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk, ha te bika vagy, akkor neked állandóan csak az anyagiak konkrétan jár az eszed. Mert mindegyik jegynek van pozitív, negatív aspektus, és mindegyik van a bizonyos magasabb lehetőség szintje is. Illetve én azt szoktam mondani, hogy az asztrológiai jegy, tehát maga a horoszkóp, maga az energia műtőművetén leszületsz, az igazából csak, hogy mondjam nektek, tanácsadó tér, tanácsadó energia. Na most a mai időkben ez különösen sajnos változott, mert régebben ugye akkor születtek az asztrológiai, amikor eljött az ideje. Amikor az az energia, mint a megjelent a bolygó egyetlásokban, amely a léleknek a kapu nyitása jelentette, és azon a energia mintán haladt ő át, amit mint egy ilyen kis mágnesszal magára vett. Tehát amikor megszületett, az az energia mintának volt ő a képviselője, azt hordozta. Most mi történik? Hát a doki most nem ér rá, mert megy síelni, akkor megérítjük előbb a szülést, egy inerció, vagy később, értitek? Tehát már elindult a tologatódás, a variálódás, vagyis a lelkek, az nem az életeknek megfelelő energia mintával tudnak ide megszületni. Vagyis innentől kezdve olyan fals lesz az egész, mert nem azok a segítő energiák veszik körül, mint ami neki kellene az élettervéhez. És ez persze millió gondot okoz, úgyhogy csak mondtam, hogy érdekességképpen, tehát hogy a további variációk számos sajnos ezzel is növekszik, mert innentől kezdve ez az amúgy is kicsit nagyon mérgezett, nagyon terhelt bolygóterületi rendszer, még ezzel is terhelődik, de van egy olyan sonna gyanúm, hogy ezt azért engedjük az isteni rendszer, mert egy bizonyos elviselhetőségi fogba ez még bele tartozik. Bizonyos fejlősított karma törlesztési vagy karma elengedési lehetőségekhez jutott ezáltal a lelket, mert ha az élettervét, hogy mondjam nektek, kevés az a lélek, aki egy nagyon kemény, nehéz életet választ magának. Miért? Hát mert, értitek, mert most miért? És miért szívek akkor át, amikor könnyebb, kicsit, és akkor az is lehet a dolgokat. Egy kicsit azért, hogy a könnyebb út felé, hogy menjek. De van, aki a mazosnak, aki kemény élet, lejön aztán, majd végigbírja csinál, majdnem. A lényeg az tehát, hogy kap egy ilyen, vagyis hát tervez egy élettervet, leszületik, nem az az energiamintával, tehát már kicsit nehezült az élettervének a megvalósítási lehetősége. Aminek persze, hogy nem számított, az isteni rendszer ezt tudta, hiszen látom már a Földön, és tudta azt, hogy a gondokra az elő fog menni nyaralni, mint hogy neki születni kell, tehát előbb meg fog indulni a szülés. És ráadásul ugye a másik a császár dolog, tehát az ugye, hogy nem a hagyomány szülőcsatorna nem távozik a gyermek, illetve kezdve megint csak azok az energiamezőkön, erőtereken nem halad át az újszülött, ami neki nagyon fontos lenne. Hanem kikerül onnan, nélkül hozzá, hogy nem idő. A lényeg az, hogy az életterve mégiscsak nehezebb lesz, mint ahogy tervezte, mert kicsit fals energiákkal kell neki ugyanazt megcsinálni. Vagyis a lehetőség arra, hogy felgyorsítva, mint ahogy ő ezt esetleg annak idején egy kicsit lustácskában megtervezte, most csinálja végig, és több mindent le fog tudni. Na most ez az, amit bizonyos lelkek tudnak, bizonyos lelkek nem tudnak oda, de mindenesetre vagy a tumultus, tehát igyekezlet lesz születni. Van ezzel kapcsolatban kérdésetek esetleg. Parancsolj! Most ugye a császárnak is ugye tudom, hogy sokan választak ezt. Nem akarnak ugye természetesen. Hát igen, az értető, de én azt kivételek, az persze, az más. Akkor egy dolgot itt azért hagyd mondjak. Azt jelenne muszáj. Biztos sokan tudjátok, nem hiszem, hogy annyira elhagadott információ, bár itt nagyon nem reklámozzák, sőt, én igazából sehol nem hallottam egy klinikákon, de például a víz alatti szülés delfinekkel. Tehát az oroszoknál, kínaiaknál, most Amerikában is több helyen csinálják, például 8-10 éve legalább, oroszoknál kezdték a Fekete-tengerbe. Gyakorlatilag 20-valány ezer szülés volt az elmúlt 8 évben, egyetlen egy komplikáció nem volt. Mit jelent ez?
A falfepéses gyerek, tehát kvázi császár, meg különböző gyerek, megfordul a gyerek. Miért? Ott úszkál ugye a mama a vízbe. Eleve könnyebb, tehát mondjuk így, hogy delfin nélkül is vízbe könnyebb szívni. Ezért Amerikában kitalálták ugye a nagy kádakat és a langyos vizet és a stb. Az oroszok a természetet nyúlnak, tehát Fekete-tenger, jönnek a delfinek, mert azok messziről megérzik, és izgalomban vannak, hogy jaj, itt most egy fél lény fog születni, és egyszer elhessítve az embereket. Tehát úgy úszkálnak, hogy az emberek érdek, jaj, kell menni, és körbeveszik az állapotos, az áldott állapotban lévő kismamát, és mindenféle ilyen érdekes dolgot csinálnak vele. Tehát ott csicseregnek, ott úszkálnak, vizsgálgatják, nem nyúlnak hozzá, fizikailag nem tudom az egyébként, hát fél lények, tehát olyan erőterük van, hogy tulajdonképpen információs fénytesti szinten hatnak rá, hogy mondom, komplikáció nélkül fájdalommentesen szülnek a mamák. Sőt, bocsánat, de így olvastam, volt olyan, amelyiknek orgazmusa volt szüléskor. Hát egyébként azért a normális, csak mondom. Eredeti állapotban, tehát mondjuk Ádám Éva idejében, meg utána még valameddig, a nők így szültek könnyen és gyönyörűen. Nem kell fájdalommal kilógva. Ez egy mostani mesterséges dolog, értettem, mit akarok mondani. Eleve úgy indul, hogy már ez van menned, és ez nem tud úgy ellazulni. Eleve a vízben jobban el tudsz lazulni, és ez a delfinek még jobban hozzásegítenek. Most ez nem azt jelenti, hogy mi rögtön megtudjuk ezt, hogy ott szüljünk, de valahol ezen el kéne gondolkozni, kutatni jobban, és a lehetőséget megadni jobban a kismamáknak. Mert ez mutat valamit, hogy nem kéne olyan fájdalommal kinkeservesen lenni, ahogy vannak, hiszen van más módszer, és veszélye nincs. Gyakorlatilag nincs veszélye. Igen? Nekem most egy olyan gondolatom jött, hogy az előbb szó volt arról, hogy a lelkek sietnek leszületni, tehát minél többen. Most mi van azokkal a lelkekkel, akik ugye jön az új kor, és addig nem születtek le, és esetleg még nem mentek azokon a feladatokon végig, amit valójában itt a Földön meg kellett, hogy tanuljon. Hát ők azok, akik most sorban távozok el különböző... Igen. Tehát mi van azok a legekkel, akik még fiatalabb legek, tehát nem volt még idők megtapasztalni, ugye annyi... Vagy akár öreg lélek is, bár hát azok már az öreg lélekek más, mert akkor mondok egy-két dolgot erről, jó? Valaki már hallotta, de akkor vannak olyan, akik még nem annyira. Tehát az öreg lélekek közül is nagyon sokan itt vannak, itt rekedtek. Mi rekedtek itt? Mert az életforma nem az ősi hagyományokra épül, ami azt jelentette, hogy imád, szeret az Istent, nem csak egyszer élsz. Vagyis valami információt adott a lelkeknek, hogy nem csináltak olyan karmát, ami visszatartja őket. El tudtak távozni. Volt egy átáramlási rendszer az iskolába. Jöttek a kis nebulók a kétdimenziós univerzumból, a öregebb diákok meg, mit tudom, 12 osztály elvizése után egy-egy osztályt össze is ismételtek, tehát nem azt jelenti, hogy 12 élet alatt, de előbb-utóbb utolsó osztály elvégezte és elhagyta a rendszer. Tehát volt egy átáramlási rendszer. Esetleg kisebb, nagyobb föltolódások voltak, de még belefért ebbe a keretbe. Elvitt az iskola falai, nem távoltak ki. Na most, a mostani, mondjuk így, hogy nagyon tudatos ipari forradalom, monetáris pénz, tehát a pénzirányítási rendszerek a kiépítése, az elmúlt 200-300 évben egyre tudatosabban alakították ki, ez egyre inkább visszatartja az öregemlegeket is, mert óhatatlanul olyan információtól záródnak kell, hiába okos, öreg, tapasztalt lélek, de ha ingerszegény közelben nem jutsz hozzá ezoterikus könyvekhez, tanításhoz, bármilyen információhoz, és ugye nem vagy tisztalátó sem, mert le vagy árnyékolva, meg egyebek, nem úgy neveltek, vagy küldték belőled, vagy meg más zúdórát, tehát állandóan ilyen mit tudom, ilyen hallamontanaszerű hülyeségek, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy hiába, hogy öreg lélek, éltél 500 életet, nem fogsz tudni eltávozni, mert nem tudod, hogy hova, merre, mi, hát csak egyszer élet, és igazából mindenki is élet, már úgy gyomom is megom. Tehát a dep is leszel, vagyis nem vagy fölrezerni, hanem végig lerezzelsz jobban. Erre utaznak rá. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy ha a öregebb lélek megkapja azt a szükséges infót, akkor ő most szárnyalni tud. Tehát azt a madék is kramáját vagy elengedik, vagy letudja. Úgy tudja le, hogy ha életeivel vagy beépítette, vagy nem, általában beszokták azért építeni, mint lehetősége, és akkor azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy jönnek a sorcsapások, vagy jönnek azok a fajta nehézségek, amikkel ő tulajdonképpen el tud innen szabadulni.
Most a fiatal lelket én milyen sorscsapás jön, hát nem nagyon fog jönni, már nem értem egy karmikus következmény, mert ő még csak gyűjti a karmát, most csinálja. Most csak be másokat, most használ ki másokat, most felett másokat, most ölel be másokat, most rabol ki másokat, értitek? Hát egy fiatal léleknél még nincsenek gátak, hogy azt mondja, hogy nem bántom, mert engem is akkor bántani fognak, tehát hogy a szemeszélyek fognak, tehát még nem ismerte föl. Vagyis ő könnyebben él, egészséges, tralala, csak éppen itt ragad, és a elmúlt életének a következményét áthozza a következőbe. Ők maradnak a háromdimenziós, vagy a földi lenyomaton, vagy hogyha nem csináltam a fővőnt, akkor át kell egy másik háromdimenziós rendszerbe, mert neki még anyagi világnak a megismerésével feladatta a tananyag. Aki öregebb, legfeltebb, már rég elmehetett volna, csak visszatartotta ez a fajta rendszer, tehát mindig bejött, hogy valami csapdával behozták a csőbe, valami csapdával, azok most soha tudnak felszabadulni. És tulajdonképpen pont erre vár az isteni hierarchia már itt évek óta, hogy minél többen ébredjenek föl, ébredjünk föl magyarok. Erről szól a dolog. Tehát az új kort ők fogják majd kezdeni. Persze, meg azok a lélekcsoportok, akik most ide közénk küldetésszel születtek, tehát kezdtük ugye az indigók, 80-as évek közepe vége felé, de most már ilyen mindenféle kristály lényektől kezdve, nem kristály, meg szívelem, mindenféle gyerekek vannak itt, akik aztán teljesen mások, mint mi, ők már teljesen az újkornak a energiára vannak, ők hordozzák. Nagyon jó egyébként. Amire járnak kéne, ezt az energiát választják, és innentől kezdve írják át ezt a negatív környezetet. Úgyhogy... Csak nehezen kezelhetők. Hát nehezen kezelhetők, mert mi hogy kezeljük őket? Azt szerint a dogma szerint, ahogy minket is németek, illetve ahogy a mi életben maradásunk, létfenntartásunk megkívánja ebben a közegben, ebben a rendszerben. Mert ők ezt jöttek lebontani. Tehát iszonyú nehéz, nekünk is ott a Zolika, ugye 11 éves, kőkemény. És ő eltesz minket oda, ahova kell, tehát nem volt. El kell nézni, nem lehet a régi rendszer szerint nevelni. Nem lehet úgy nevelni, hogy mi az, hogy így beszél a szüleiben, mi az, hogy... Mert az ő küldetése pont ez. Tehát ha én ebben megakadályozom, a küldetésében akadályozom meg. Neki az a feladata, hogy ebben a zűzavaros, nehéz, kemény időszakban is képviselje ezt az újfajta energiát. Ezt vigye tovább. Tehát neki is keménynek kell ezt végül csinálni. Tudja ezt élni. És ezek a gyerekek, lelkek, tehát azért nehezen kezelhető, mert ezt a rendszer nem is értik. Mi az, hogy olyanok parancsolnak nekünk, akik a mi pénzünket herdálják, nem érti. Így nem tudja megfogalni, de átlátja. Átlátja. Mert azt mondja, hogy most mi az, hogy nekem 8-szor be kell az iskolába, és ott így kell ülnöm, mert mit tudom. Mi időben így kell, most már nem kell így leszel, mert köpeny volt. Nem kell. De akkor is az ő rendszerhez képest, ahol a nő jött, ahol úgy volt a tanítás, hogy mint régen annak ide ugye nálunk, meg a ókorban, meg régebben, hogy a természetben kijöttek, vagy lejöttek, és akkor ott a tanító, a guru, ott tanította tanítványait, vagy még régebben a védikus korszakokban, ugye Anasztázia Vedákban, a védikus rendszerben, hogy házhoz ment a tanító. Mert minden egyes ház egy saját olyan ökoszisztémát tartott fönn, ami ő teljesen ellátta. Nem szántottak, vetettek, arattak, dolgoztak éjjel-nappal és hanem volt egy saját kertjük, kerítés nélkül, egy terület, ami az övék volt, ők rendezték be, és az generáció, minden egyes generációt, vagy több generációt is ellátott táplálékra, úgyhogy semmit nem kellett tenni, már így, ami most a paraszti munkával értendő, vagy fölművelési munkával értendő. Mit tettek? Sétálgattak, szeretgették őket a tekintetükkel, a lényükkel, és olyan táplálékra láttál őket, mindenféle zöldséget, gyümölcsét, magvakkal, egyebekkel, ami nekik elég volt, minden egész évben semmi gondjuk nem volt. Tehát itt a tanítás is teljesen másképp volt. Itt úgy volt, hogy a gyerekeket hagyták szabadon nevelni. Ők megismerték a természetnek a tanítását. Most gondoltok bele, hogy egy gyermeket hagy szabadon nevelni, nevelődni, bocsánat, természet által nevelődni. Anasztázia gyerekét a kis Vladimirt lehet hozni példának, ő úgy nevelte, hogy megszületett és ott hagyta a természetbe. Hát nem ment el onnan, hanem csak úgy messzire figyelt, hogy őt nem vegye észre. Ugye szerencsé, nem szerencsé volt, ez így volt berendezve, ugye volt egy anyamedve, egy nősvel, aki meg egy farkas, aki vigyáztak rá, de Anasztázia szoptatta, de információsan hozzá nem közített, nem zavarta meg az ő tudatát, befolyásolását. Hanem a gyermek úgy ébredt tudatra, hogy ez a világ közeg vesz körül. Akkor én most megismerem. És elkezdte a fűszállat tanulmányozni,
bogarakat talán már, de nem tudtam ezt a bogarat, hogy szétszette, hogy mi van belül, hanem néztem, mit csinál az a bogár. És hogy megmondtam a tisztán látással, látta, hogy ennek ilyen az energiamintája, ez ennek az energiamintával van kapcsolatban, olyan összefüggésre értett meg egy-két évesen már, mert nekünk fogalmunk nincs. Ez látszott a 4 éves vagy 5 éves gyereknek a nyilatkozatáért, meg elképesztő. Érdemes az anasztázia könyveket pedig kell elolvasni. Vagyis ő úgy ismerte meg a világot, valód a mátrisz látszatán túl a valódi realitást, tehát mondjam, a valódi működést. Tehát nem a tisztán látás, a távolátás, meg ezek a utazás, ez teljesen természetes volt. Semmilyen ilyen nem volt, hogy én most ne tudnád. Fejben olyan matematikai dolgokat oldott meg 4 évesen, amit most számítógépen tudnak. Miért? Mert ez a képesség nekünk is meg lenne, csak elkorcsosult, elnyomódott. Tehát a gyermek, igen, és amire elkezdtem, tehát hogy ugye megismeri, hogy repül a lóval, meg mit repül, milyen törvények alapján egyebek, mert látja, érti. És akkor jön az apja a civilizációból, és hozzá építő kockákat, mit tudom, miket, hogy ezzel játsz a gyerek, hogy a tudata tudod gyarapodjon. És mondta az Anasztázia, hogy nem, szóval nem kéne, hát nézd már meg, hát a gyerek többet tud, mint a legokosabb tudós. Építőkockának miért építő? Ez egy halott dolog, írakom. Akkor a gyerek azt látta, ezt a rendszert átlátta, ezt a bonyolult mátrisz rendszert, értitek, ezt az egész kódolást. Akkor ennek egy építőkockának a variációi nevetséges, tehát számomos. Jelentkeztél vagy? Ja, nem, bocsánat, pillanat, hogy láttam. Ja, jó, tehát igen. Annyit akartam kérdezni, visszatérve a öreg lelkekre, hogy végeredményben a horoszkópnak éppen az, tehát hogy ki milyen horoszkópban van, az befolyásolja a jelenlegi... Természetesen befolyásolja a jelenlegi életét. Tehát az, hogy milyen horoszkópban, tehát milyen zöldelkösi jegyben, milyen jegyben, vagy hogy te most vizető vagy, nyilas vagy bika, vagy kors, vagy halak, mindegy. Azt természetesen valamilyen módon meghatároz, de 100%-ig nem determinál. Abban az esetben igen, hogy csak olyan úgy el vagy, és akkor úgy sodrolsz, hogy jössz ide-oda. Csak azért, mert arról úgy mondták, hogy ugye a 12 horoszkópi jegyet végigéljük. Most az, hogy hány év alatt, tehát hány élet alatt, az más. Az nincs meghatározva, erre van egy épít, ugye kóstolalki, van egy sorrendje, de nincs meghatározva. Mm-hmm. Tehát bizonyos megtapasztalás, vagy bizonyos karma teljesítések érdekében egy másik, már letudott jegybe visszaszülethetsz, természetesen. Mm-hmm. És éppen ezért van az, hogy sokszor olyan jegyből is eltávozhatsz már úgy ki a szanszából, amivel egyébként nem lehetne. Hát azért, mert nem először járod azt, hanem már az egy utolsó simítás volt a... Lehet tudni, én azt szoktam mondani az előző kutatásokkal kapcsolatban, hogy csak addig érdemes belemenni, ami tulajdonképpen ilyen terápiás cél. Tehát bizonyos gátlások, fóbiák vagy nehézségek mostani feloldása céljából érdemes visszamenni. Teljes feltérképezésének nincs értelme. Nem mondom miért. Ahogy innen eltávoztál, úgyis hozzáférsz. Megnézheted. Végig a legelső, tehát hatjából való kipattanásoktól kezdve az összes életet megnézheted. Egy összefüggés rendszerben. Az, annak, hogy most előzőleg, mit tudom én, Skóciában voltam, királylány voltam, és az előtt is királylány voltam, vagy most miért nem vagyok királylány? Most is királylány, akkor annak én érted, hogy én voltam a herceg, vagy mit tudom, pontosan. Tehát gyakorlatilag megkavart, elvisz papányon, az egót alapján felelősségtől. Igen. Ugyanígy levész, hogyha azt mondta, hogy kódoskodtam, akkor most megint annak én ellen, értitek? Tehát nagyon-nagyon megkavar. Általában azért süsíves az, hogy egy előzéletben ugyanaz, ami most. Mindig más vagy általában. De szinte mindenki volt király is, kódus is, prosti is, na, cölibátusos is, tehát mindenféle. Igen, bocsánat. Ki kell próbálni mindent. Új földre való tárgyalás. Új felül a távozás, mondja, erről beszélget kicsit? Jó. Nyugodtan, de majd jelezzetek 12-5 percet. A következő. Nagyon egyszerű. Egyszerű, mint gondolnánk. Ez, amit most csinálunk. Tehát az, hogy ültök, kegyeltek, magatokban mélyedtek, tehát meditáltok, dolgoztok a szellemi földéseteket. Csak ennyi. Ebben a korszakban, bocsánat, ebben az utolsó időben, ebben a korában, most gyakorlatilag bármilyen is furcsán hangzik,
de egy picit az egyéni fejlődéssel olyan szempontból kell törődni, hogy itt az fog most fejlődéken is átmenni, akinek a lélekrezgése ezt alkalmassá teszi. Vagyis, ha másokkal való feladozásból te lerezegsz, mert a jó szándékod vagy a áldozatkészséged azt mondja, hogy mindent megteszek, alávettem magam, csak hogy minél több ember, tehát jó legyek, karmit oldani meg segíteni, mert benne van a segítő szándék, és tényleg segíteni nyomod őket, és ők emelkednek is szépen, csak éppen te meg nincs időd magadra, mert se meditációra, se foglalkozásra, se semmi. Arra kezdve mit néznek? A tudatrezgés számot. Nem azt, hogy te ki vagy, mert azt is nézik, persze, de ez olyan szűrő, hogy ennyi a rezgés szám, akkor előlő ki, hanem akkor arra lő ki. Egy nagyon egyszerű hülye példa, tehát nem így működik, de elég. Tehát jön, mi a rezgés szám, akkor arra megy, akkor erre. Mint a tojásválogató, szerintem meg. És ilyen értelemben muszáj magadon egy kicsit dolgozni. Tehát ne engedd magad lerezegni. Ne hagyd, hogy lehozzon a szomszéd, a társad, a tévé, a Pista bácsi, a gazdasági helyzet, a Viktor, bárki. Ne engedd. Ez nem azt jelenti, hogy maximálisan egoista legyél. Tehát kell is másokon segíteni, nagyon fontos, hiszen egymáson kell segíteni. Össze kell végre fordulni a magyaroknak, utána persze az egész földnek. Mert az egész föld veszélybe forog. Tehát itt nem csak a Magyarország megszerzés és magyarság leigazásáról van szó, ez az első lépés, de aztán jön majd a többi. És végül az egész föld, és átveszi a földön kívül elnyekül a hatalmat. És ő testem, de lejönnek, ez persze nem fog megvalósulni, mert ha igen, akkor a háromdimenziós földön, meg a négydimenziósan távozunk. De azt, hogy mondom, távozzál, az olyan lélekrezgésednek kellene, az a belépési kódot, az a kulcsot, vagy jogosítványot. Na most ez automatikusan fog, figyelek, automatikusan fog történni. Hát akkor, hogyha máskor is tud segíteni, és magadat is magasabb szintet tudod hozni, vagy még följebb vinni, vagy egy magas szinten tartani, akkor semmit nem kell tennem. Automatikusan át fogsz kerülni. Úgyhogy egyszerűen jobb világba ébredsz. Tehát görcsölni nem szabad, nagyon fontos. Át akarok kerülni, már emelek erre. Nem, biztos, hogy nem, akkor nem fogsz. Tehát lazán, bizonyos határig élvezve az életet, úgy élvez az életet, hogy magát az életnek a csodáját megélni, az élet élvezete. Nem az, hogy most, tudod, mint a bioszesz, hogy füvelfával, tehát nem ez. Akkor mindenféle kulináris élvezetek, nem az az élet élvezete. Ez csak a fiatalokat hiszik. Az élet élvezete a csodáknak, a mindennapi csodáknak a fölismerése, a rácsodálkozása is, és az, hogy hú, atyám, hú, tehát ez a fajta aha élmény, és ez mindenképpen magas lélekrezgés szinten tart téged. Pillanatban lehet, hogy le tudnak húzni, de akkor is abban a pillanatban elég egy gondolat, és már megint föl vagy, föl tudsz ezenni. Na, ez biztosíték arra, hogyha jön ez a bizonyos szelekció, akkor te arra gondolsz, és a tojásvállalatot a fölfelé fogod, nem pedig lefelé. Nagyon sok. Azt szeretném volna mondani azzal kapcsolatban, hogy a tudatos lenyomásunk, ez a káprázat, amit történik már nagyon szűnnekünk, hogy éppen hogy amivel azonosulsz, amivel ráhangolódsz, az visz tovább, tehát vagy lefele, vagy felfele. Igen. De viszont az a különböző képesség, ami bennünk szúnyad és nem használjuk, az egy csomó minden negatívan döntés szint, tehát ha eldöntöm és ráhangolódok, felül tud írni akár rontó, úgymond káros dohányzás, kávézás, ilyesmit is abban a határban mondtál, van egy bizonyos önkorrekciós hatásáv, és hogy talán ha ezt az ember tudja, akkor az utolsó, úgymond időben könnyebb ezt kezelni. De akkor nem minden részlettel foglalkozom, hanem az általános teremtő képességemet használva fejjel hangol érve. De akkor is, ha kívül minden nagyon. Igen, én ezt mondom pénteken, tehát a lélek kapcsolatban fogom ezt elmondani, de akkor most így belemettünk, hiszen nem sokára végén, és akkor majd átadjuk a péntekre. Ezt a fajta teremtő erőket is befolyásolják. Tehát hiába van nagyon jó képzelő erőd, és nagyon pozitív beállítottságú vagy, ha a környezetből olyan képek, olyan hangok,
áramlanak rád, amelyek, hogy mondjam neked, ha csak nincs nagyon erős védőpozsítás, tehát van, ahol energiát, hogy ezeket mind kép is fölöntök, nem, hogy nagyon állom fáradt, akkor ezekből leperegnek, de akkor szüntem a bombázat. Tehát egy pici részben már bejön. Ezeket beültetik a tudatunkba. Most, ha ezek a képek beülnek a tudatunkba, akkor ezeket meg kell szüntetni ahhoz, hogy mi egy másik képet tudjunk teremteni. Tehát ez már meditáció, vagy egy bizonyos fokú gondolatokalás. Tehát ez a nehéz, hogy sokan nem tudják a módját. Mert a meditációnak is többféle formája, ezt már mondtam régebben, és ugye van, amikor vezetett meditáció, tehát amikor mit kell látnod, azt mondják, illetve látod magadtól is, elég, hogy ezt mondanák. Meg egy más, amikor elhozod, és csak befogadsz, meg egy más, amikor teljesen kitárulkozol és kiüresedsz. Tehát többféle van. Mindegyiknek van bizonyos fokú veszélye is, és bizonyos fokú pozitív hatása is. Én a gondolatot alá szoktam, mint alapot ajánlani, tehát azt, hogy a gondolatot, hogy mindig tudjuk arra kontrollálni. Ha kell, akkor kikapcsolom, egy gondolatom sincs. Ha pedig, mint ahogy most egy tudatot mutattam, vagy pedig a bejövő gondolatokat azt, hogy tudom kontrollálni. Vagyis mindig van egy előgondolat. Tudom, hogy milyen gondolat fog következni. Mit tudom, hogy megálltok egy mozdulatot, akkor nekem már valamilyen kép arra beugrik. Mozdulat után jön majd egy másik, ez az asszociációs gondolatásítás. De ha én ezt tudatosan megfogom a képet, rögzítem, akkor azt félre tudom tenni. És azt mondom, nem, én most továbbra is erre vagy arra gondolok. Ez azt kell naponta leülni, 5 percre, és ezeket a gondolatokat egy pontra fixálni. Ugye ez a fokuszálás, vagy a egyhegyűségre való törekvés. Ez egy külön jó gyakorlat, de bizonyos fokú meditáció nem azonos ez a koncentrálással. Tehát a meditáció megint más, és megint más a gondolatolás, vagy ez a fokuszálás, de a fokuszálás nagyon jó alapot ad a meditációhoz. A meditáció önmagában a fokuszálást segíti, de nem teljes gondolatoláshoz létre. Tehát a kettő két különböző, amit lehet párhuzamosan is csinálni. Nem az van ilyenkor, amikor azt szoktuk mondani, hogy nem fűzünk hozzá érzéseket? Tehát mikor már eljutunk odáig, hogy már érzést nem fűzünk hozzá. Tehát már értem, akkor nem tud levinni, ahonnan a következő vissza kell jönnöm. Igen. Nagyon jó a kérdésen, nem csak péntek anyag, de most beszélünk rá. Az érzelemtestünk, az asztáltestünk ugye az megvan. Tehát mindenki valamit meglátunk, egy képet, egy esemény, bármi, egy érzés fűződik hozzá. A tudatok kell, hogy az érzés önmagában az micsoda. Ezt mondtam már ilyen szó. Azért lehetőek az érzések, mert mindegyik nem más, mint egy hatalmas információs zanzacsomag. Tehát egy érzésben nagyon sok információ van belecsomagolva, és annak az összetétele adja az érzésnek az érzetét, hogy milyen érzés az. Azt kell kicsomagolni. Nekem előadások előtt, sosem időm készülni, most is futok itt, kapok egy ilyen kis zanzacsomagot, egy érzést, és azt csomagolom ki. Azért mondja, hogy figyelgetem, és mert mit szedjek ki belőle. Tehát az érzések azok nagyon fontosak. Amikor az érzést, azt mondja, hogy nem fűző hozzá érzést, az azért veszélyes, mert leépítetted az asztaltestet, az érzelemtestedet, azért, hogy ezeket az információkat nem fogadod be. Én azt szoktam mondani, és ezt tapasztalatban merem mondani, mert meg tudom csinálni, hogy van egy olyan esemény, ami mondjuk megrikatja az embert. Mondjuk így. Aki érzéketlen, látszik érzéketlen marad, mert azt mondja, nem sír, nem jelent az, hogy esetleg érzéketlen. Tehát ezt is ki lehet építeni, de az veszélyes, hogy ez egy hideg intelligencia lesz, akik minket vannak ugye befolyásolni, mert akik nincs érzelemtest. Azt leépítették, hogy azt viszte többek között őszöket a csillagokat. Tehát nem leépíteni kell, hanem tudomásul venni, tehát érzem azt az érzést, érzem azt a fájdalmas részvétes érzést, de nem viszel, itt a lényeg, nem viszel. Én uralom. Mint ahogy az Atya és a mi Isten, hogy Jézus is mindent érez, sokszor folyik a könnye és sír, de nem viszi őt el, tud mondjam, jól dönteni. Nem az érzelmek alapján dönt, hanem az információk alapján. Ez nem azt jelenti, hogy figyelek, mindig a hideg logikai rendszerek az információi alapján kell döntenünk, és akkor egy ilyen racionális férfős típusú gondolkodás. Nem, mert sokszor a nőknek az intuitív érzelmi gondolkodása lesz a jó, de miért? Mert ők az érzelmekből az információt ki tudták venni a lényegét. Tehát ők az információt veszik ki az érzelmekből. A férfiak csak érzik az érzést, de ők az információt nem úgy csomagolják ki.
értitek. Ja, idő van már? Elnézést, egy percet kérhetnénk, elviszünk a kibekítőt, és már itt sem vagyunk. Jó, annyi már az idő egyébként? Nem, neked még van fél óra, elnézést. Ja, jó, akkor nyugodtan. Itt lesz a csillagcivilizáció, de majd jó lesz 12-től, és ahhoz kell a kibekítő. Köszönöm szépen, elnézést. De mondjuk az is igaz, hogy az érzéseket meg kell élni ahhoz, hogy tovább tudjuk. Nagyon fontos, köszönöm, nagyon jó mondat. Az érzéseket azért jó egyébként megélni, tehát ugyanígy a szerelmet, a csalódást, a bánatot, az örömet, tehát mindenféle érzelmet, és ennek millió árnyalatát megélni, mert ezek az információk nem csak átadulnak rajtunk, hanem ezek beépülnek a mi információs halmazainkba. 12 van? 12-ig van. Nem tudom, mennyi az idő. 5 perc. Akkor viszont abba kell, csak azért kicsit tudjatok, jó? Nagyon szépen köszönöm, akkor tulajdonképpen tudjuk folytatni, mert láthatjuk, hogy már lényegében ilyen lelki szinten vagyunk. Tehát nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, a kérdéseiteket. Aki tud, pénteken szeretettel várom, mindenkinek jó pénzt és Isten áldást kívánok.